Keres nézőink, a folytatásban pedig a munkavállalók érdekképviseletéről beszélgetünk itt a stúdióban. Ha ezt a szó összetételt hallják, akkor valószínűleg sokan rávágják szakszervezetek. Szakszervezetekből sok van itt a stúdióban a képviselők közül. Dr. Krasznai Zsófia, a Liga Szakszervezetek megyei érdekvédelmi tanácsadója, illetve Nádasi Géza, megyei szervező, szintén a Liga Szakszervezetektől. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt ugye, amikor mondtam, hogy munkavállalók érdekképviselete, szakszervezetek, akkor, és már több eszem, valahogy helyezzük el a ligát. Igen, a rendszerbe. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, vagy közismertebb nevén a Liga Szakszervezetek, egyike a Magyarországon működő 6 szakszervezeti konfederációnak. A központja Budapesten van, illetve minden megyében létrehozott most már egy megyei irodát, ahol megyei érdekvédelmi tanácsadók, illetve megyei szervezők dolgoznak, illetve van egy, a megyei irodákat pedig a régió központok fogják össze. Ugye nálunk ez Miskolcon van, és ilyen Nógrád, Borsodabogy, Zemplén, illetve Heves megye tartozik ide. A szakszervezetek különféle, tehát különféle csoportosulásban, vagy csoportosításban is tartoznak, vagy egybe tartoznak. Ugye szakma szerint is lehet őket csoportosítani, ágazati szakszervezetek. Mi minden tartozik a ligába ezek közül? Hát példákat. Példákat. Hát ugye eléggé, tehát van, nagyon sok tagszervezetünk van, tehát gondolok itt például ugye a Heves megyei Vízmű Zrt. Munkahelyi szakszervezetére, de ugye a villamoságazatban van még szakszervezetünk, itt Heves megyében ugye a Mátrai Erőmű képviseli ezt, illetve nem is tudom még pontosan. Hát a megyében ezek vannak, de maga a Liga Konfederáció számos ágazati és munkahelyi szakszervezetet tömörít, illetve legfontosabb ezek közül, vagy legnagyobb talán a vasutas szakszervezetek, a VDSS, de van pedagógus szakszervezete is, volános szakszervezete is többek között például, a DMASZ szakszervezete is a Liga Konfederációhoz tartozik, illetve minden megyében létrehozta a megyei szakszervezetét a Liga, amely földrajzi alapon tömöríti a munkavállalókat. Ez annyiban más az ágazati és a munkahelyi szakszervezetekhez képest, hogy ide az adott megyében élő, illetve dolgozó munkavállalók akár egyénileg, akár többen is beléphetnek, és hogyha egy munkahelyről legalább 3 munkavállaló csatlakozik a megyei szakszervezethez, akkor a munkahelyen szakszervezeti munkavállalói csoportot hozhatnak létre. A szakszervezetek korábban ez annyira természetes volt. Ma már nem az. Sokszor, hogyha felteszik a kérdést, hogy nálatok létezik szakszervezet munkahelyen, és akkor néznek. Ma Magyarországon a szakszervezeti tagság, az mekkora létszámot tesz ki? Ugye hát, a munkavállalói létszám... Az közel 4 millió. 4 millió? 4 millió. Ennek körülbelül 10%-a az, aki valamilyen szakszervezethez tartozik. Tehát 10%-os reprezentativitás van, ami nem túl magas, tekintve azt, hogy Ausztriában a szakszervezeti reprezentativitás közel 30-40%-os. Tehát van még hova fejlődni, ez lenne a cél, minél nagyobb legyen. Ez lenne a cél. Itt Heves megyében. Ugye már egyfajta kis bepillantást már kaptunk. Milyen külön célok vannak, milyen programok vannak ennek elősegítésére? Programokkal, mivel nagyon új még a szervezetünk, ezért elsődleges célunk inkább az lenne, hogy minél jobban megismerjenek minket a megyében. Ezt a központban is segítik nekünk, elindult egy óriás plakát kampányunk, valamint tévéreklámok is vannak, ahol nyomon követhetik a működést. De igyekszünk minél jobban növelni a taglétszámát a megyei szervezetünknek, és igazából amint úgy érezzük, hogy lesz akkora létszám, akkor szeretnénk olyan nagyobb rendezvényeket szervezni, amiben a már meglévő tagjainkat, illetve a potenciális tagjelölteket is meghívnánk. Jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy próbálunk a különböző cégekhez, a különböző vállalatoknál a tagszervezést próbáljuk erőltetni. Ez hol nehezebben megy, hol könnyebben megy. Tehát itt attól is függ, hogy a munkavállalók mennyire érzik magukénak azt, hogy szakszervezeti tagok legyenek. Illetve a munkaadók mennyire érzik ennek a jelentőségét, szükségességét? Mennyire érzik? A munkaadók leginkább
én úgy gondolom, hogy szükséges rossznak tartják a szakszervezetet, tehát nem úgy tekintenek rá, mint egy olyan szociális partnerre, aki a munkaügyi kapcsolatok rendezésében segítene, pedig mi célunknak, illetve tevékenységünk részének tekintjük ezt, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavállalók és a munkáltatók között a kommunikáció, tárgyalás segítsük. Tehát ha a munkavállalók szükségét érzik, akkor mi rendelkezésükre állunk abban, hogy a megfelelő tárgyalástechnikát, a megfelelő kommunikációt, a megfelelő jogszabályi háttért biztosítsuk ahhoz, hogy ők felmerjék vállalni a munkahelyi problémáikat, és lemerjenek ülni a munkáltatóval erről tárgyalni. És szükség esetén ehhez minden eszközt mi biztosítunk. Csak az a probléma, hogy manapság leginkább a munkavállalók is úgy gondolkodnak, hogy problémák mindenhol vannak. Olyan munkahely nincsen, szinte nincsen, ahol minden szabályt, munkavédelmi, munkajogi, érdekvédelmi szabályt, esélyegyenlőségi szabályt betartanának, csak ezek nem kerülnek felszínre. A munkavállalók nem merik felvállalni a problémáikat, különösen nem úgy, hogy belépnek egy szakszervezetbe, és kérnék az ő segítségüket. Valamiért az a kényszerképzet él a munkavállalókban, vagy rossz előítélet, hogyha ők belépnek egy szakszervezetbe, akkor az automatikusan a munkáltató részéről retorzióval, vagy ne adj Isten kirúgással jár. Szó sincs erről, a szakszervezet pontosan, hogy egy ilyen védőhálót biztosít, hiszen segítünk a jogszabályi ismeretekkel kapcsolatban, tájékoztatjuk őket. Többek között én nagyon fontosnak tartom, hogy a Heves megyei Liga szakszervezet, úgymond minden megyei Liga szakszervezet ingyenes jogi segítségnyújtást és tanácsadást biztosít az érdeklődők számára. Minden héten az EGRI irodánkban, illetve hogyha igény van rá, akkor a megye más részén is nagyon szívesen érdekvédelmi és munkajogi tanácsadást biztosítunk a munkavállalóknak. Így van, de nyilván ezt akkor tudjuk, hogyha a munkavállalók felkeresnek minket, és sajnos az a tapasztalat nagyon sokszor, hogy mindig az utolsó pillanatban. Tehát mindig akkor, amikor éppen hogy lehetne segíteni nekik, vagy már éppen nem lehet segíteni. Tehát ezen próbálunk változtatni, hogy nem mindig a legutolsó gondolat legyen a szakszervezet, hanem a legelső gondolata legyen a munkavállalóknak, hogy belépjenek. Itt érdekes volt egy összehasonlítás Magyarországon, a szakszervezeti tagság Ausztriában. Nagyon sok olyan cég van, külföldi cég itt Heves megyében, akik ezt a fajta kultúrát, ha akarják, behozhatják Magyarországra. De akkor ez nem működik így? Van olyan cég, külföldi tulajdonú cég, ahol működik szakszervezet. Van olyan, ahol nagyon jól is működik szakszervezet. Szerintem ez egyrészt attól is függ, hogy milyen a munkáltató hozzáállása. Azonban sok nyugat-európai, vagy esetleg amerikai, kínai munkáltató úgy gondolja, hogy azért jött Magyarországra, hogy az olcsó munkaerőt és a számára kedvezőbb szabályok előnyeit élvezze. Neki nem feltétlenül származik előnye, vagy legalábbis a munkáltatók, az ilyen munkáltatók előfeltevése az, hogy nem feltétlenül származik előnye abból, hogyha egy munkahelyen szakszervezet van, illetve nem is nagyon kapnak az alkalmon, nekünk nem nagyon adnak lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy számukra is milyen előnyökkel jár, ha egy szakszervezet működik egy cégnél, illetve hogyha rendezettek a munkaügyi kapcsolatok. Szeretnénk, hogyha azt gondolnák a cégek is, a munkáltatók is, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok az egy cégnek a presztízsét emelik, és a piacon, akár versenyhelyzetben is, vagy akár a később pályáztatásoknál, pályázatok elnyerésénél is ez mondjuk egy komoly szempont lenne. Tehát az előnyét is élveznék a szakszervezetnek, illetve a munkaügyi kapcsolatok rendezettségének. Milyen példák vannak? Ugye itt említettük, hogy Egerben az irodában ingyenes jogi tanácsadás, ez a Petőfi úton van. De mondjuk valaki nem tud eljönni Egerbe. Elég nagy ez a megye, nem mindenkinek van olyan lehetőség, hát nagy magyar viszonyok között, dél-észak, magyar viszonyok között gondolkodunk. Mi van akkor, azt mondja, hogy hát én Hevesről nem tudok most bejönni, dolgoznom kell. Nincsen semmi probléma, nagyon rugalmasak vagyunk ilyen tekintetben. A keddi nap megvan adva állandó ügyfélfogadásra és tanácsadásra, azonban a hét bármely napján, telefonos egyeztetés alapján mi a megye bármely területére, bármely városába kimegyünk, a megadott helyszínen találkozunk az illetővel, és ha tudunk segíteni, akkor természetesen segítünk neki. Munkaadók jogai, kötelességei beletartozik ez, hogyha megkeresés van bármilyen szakszervezettől? Mint ahogy
amit elhangzott, akkor kötelesek beengedni, lehetőséget biztosítani arra, hogy ismertessék a lehetőségeket, szakszervezeti lehetőségeket az ott dolgozóknak? Ez úgy működik, hogy azon a munkahelyen, ahol nincsen a szakszervezetnek tagja, ott opcionális lehetőség, tehát ott, ha a munkáltató nyitott, akkor adhat lehetőséget, hiszen maga a szakszervezet alapítás, a szakszervezethez való csatlakozás, az minden munkavállalónak alapjoga. Viszont egy munkáltató saját diszkrecionális jogkörében dönti el, hogy kit enged be a saját munkahelyére, telephelyére, stb. Viszont ha már egyetlen szakszervezeti tag is van az adott munkahelyen, akkor a szakszervezetet be kell, hogy engedje minden korlátozás nélkül, természetesen egyeztetés alapján. Nem az, hogy bármikor oda megy, megzavarja a munkát, egyeztetés alapján viszont nem utasíthatja őket ki, illetve nem zárkózhat el az elő, hogy bemenjenek és a szakszervezeti jogosítványaikat érvényesítsék, illetve tájékoztatást nyújtsanak a többi munkavállalónak. Milyen példákkal, milyen esetekkel fordulnak önökhöz? Hát ez egy nagyon tág dolog, de leginkább ugye a munkabérekkel kapcsolatos problémák vannak, illetve a munkaidővel kapcsolatos problémák. Itt most nem megyek bele. Túlóra kifizetés. Igen, tehát a legáltalánosabb problémákkal, amivel nem is gondolná mondjuk az ember, hogy ebből ekkora probléma lehet, de mikor egyszerűen oda kerül a dolog, hogy már lépnék, akkor jut eszébe, hogy úristen, tényleg itt van probléma, és ezt nem tudom megoldani. Tehát tolja maga előtt az ember, ahelyett, hogy egyből cselekedne, és egyből odafordulna, vagy ahhoz fordulna, aki jobban ért hozzá. Ugye nálunk ugye a jogsegélyszolgálat az adott erre. Idősebbeket könnyebb megszólítani, fiatalabbakat. Mi a tapasztalat? Változó. Az idősebbeknek van egy fajta képe a szakszervezetekről. A régi időkről. Igen, a régi időkről. A május 1-i és örvésli kombó és a Mikulás csomag, hogy egy szakszervezet adjon segélyt. Talán ők kevésbé értékelik, vagy talán kevésbé tartják fontosnak a szakszervezet klasszikus funkcióját, amit mi szeretnénk mindenképpen hangsúlyozni, hogy egy szakszervezetnek elsősorban a munkavállalók védelmét, érdekvédelmét, jogi védelmét, felvilágosítását kellene szolgálnia. A fiataloknál talán ott, ahol nincsenek sztereotípiák, nincs előzetes tudás, talán ott, hogyha nyitottságra találunk, akkor könnyebb őket megszólítani, meggyőzni. A legnagyobb problémánk az ismertség kérdése, tehát nehéz eljutni a munkavállalókhoz, nehéz eljutni, megtalálni azokat az embereket, akiknek igazából szükségük lenne ránk, és akik fel is vállalnák-e azt, hogy problémák vannak, oldjuk meg azokat. Mennyivel másabb lenne, hogyha tananyag is lenne ez? A Liga szakszervezetek dolgozik az ügyen, hogy úgy mondjam. Tavaly nyáron nyert egy nagyon komoly Európai Uniós támogatópályázaton a Liga. Ennek keretében vállalta, hogy kidolgoz egy munkavállalói ismeretek elnevezésű tananyagot. Az még egy kicsit kérdéses, hogy ez tanterven belüli, vagy pedig az iskolai tanterven kívüli oktatásba kerül-e be. A céljaink között szerepel az, hogy mind tananyag tankönyvi anyagként, mind pedig elektronikusan hozzáférhető legyen. Ennek keretében, illetve ennek a megvalósítása során el fog érkezni hozzánk is a szakmai projekt keretében egy rendezvény ősszel. Itt fogja megvitatni majd egy a projektben résztvevő EGRI pedagógus és a remélhetőleg minél szélesebb körben résztvevő pedagógus társadalom, hogy milyen formában lenne erre szükség, hogyan lehetne ezt beolvasztani, beilleszteni a tananyagba, illetve az oktatásba, és hogy mik azok a kardinális kérdések, amik még nem szerepelnek az oktatásban, de mindenképpen a fiatal leendő munkavállalók számára tanítani kellene. Tehát akkor, ha ez a program megvalósul, akkor néhány éven belül akár valamilyen formában, utómódon oktatás formájában benne lesz, tehát a felnövekvő generáció találkozhat ezzel, egyfajta előzetes ismerettség és ismertség, és ez általánosan a szakszervezetekre vonatkozik. Nem kifejezetten a szakszervezetekre. Érdekképviseletre. Nem is az érdekképviseletekre, hanem kifejezetten olyan
tudást próbálnak az oktatásba becsempészni, beilleszteni, amit gyakorlatban tud majd a munkaerőpiacra kikerülő fiatal munkavállaló hasznosítani. Természetesen részét fogja képezni az érdekvédelemmel és a szakszervezetekkel kapcsolatos ismeretanyag is, de azt tartanánk a legfontosabbnak, hogy akármilyen jó szakember lehet valaki, akármilyen végzettséggel rendelkezik, lehet egy kiváló esztergályos szakács, pék, tanár, bármilyen végzettségű, nagyon jó szakember, de elképzelhető, hogy fogalma sincs róla, hogy minek kell benne lenni egy munkaszerződésben, miért fontos és minek kell benne lenni egy munkaköri leírásban, hogy mikor lehet őt számon kérni, mikor nem lehet és miért nem lehet számon kérni, hogy kell megszüntetni a munkaviszonyát, hogy milyen felelősségi szabályok vonatkoznak rá, mire kötelezheti őt a munkáltató. Ezek olyan alapvető kérdések, amit elvileg minden munkavállalónak tudnia kellene. Sajnálatos az is, hogy nem tudják, viszont ha már nem tudják, akkor viszont azt kellene tudomásul venni, vagy valahogy megérteniük, hogy a szakszervezet az ott van, segít, és hogyha nem tudják, de problémájuk akad, akkor hozzánk lehet fordulni. És ilyen problémák akkor ezek szerint munkaszerződésekkel kapcsolatban folyamatosan előfordulnak, jönnek? Természetesen folyamatosan, de ugye amellett azt se felejtsük el, hogy érdekvédelem az elsődleges célunk, illetve ugye a jogsegély, amit kiemeltünk inkább, hogy mellette szolgáltató szakszervezet vagyunk. Tehát a tagjaink számára nagyon sok olyan kedvezményt biztosít, amit lehet, hogy a hétköznapi életben nem nagyon kapna meg. Gondolok itt arra, hogy kedvezményes bankszámlacsomag, baleset és életbiztosítás, felelősségbiztosításunk van, illetve telefonflottához lehet csatlakozni, tehát elég széles körű ez a szolgáltatás csomag. Hogyan ismerhetik meg mindezeket azok, akik kapcsolatba kerülnek önökkel bármilyen fórumon? Milyen fórumok vannak? Természetesen van Facebook oldalunk, manapság ez már elmaradhatatlan. Van önálló oldala a Liga Konfederációnak is, illetve a megyei szervezetünknek is van Facebook oldala. Ezen kívül a www.liganet.hu az a konfederáció honlapja, de ott is minket is meg lehet találni. Minden szolgáltatást, a jogi segítségnyújtással kapcsolatos információkat, telefonos elérhetőséget, címeket meg lehet találni. Ezen kívül elektronikusan, e-mailben, telefonon állunk az érdeklődők rendelkezésére, és természetesen személyesen az irodánkban, Egerben a Petőfi utcában meg lehet minket találni. Nagy rendezvény közeljövőben. Itt Egerben, Heves megyében. Egyelőre úgy tudom, hogy nagyobb rendezvényünk nem lesz. Ugye amire most nagyon koncentrálunk, az mindenféleképpen ugye a szakmai projektnek, szakképzési projektnek, bocsánat, a szeptemberi bemutatója. Azt szeretnénk, hát úgymond reklámozni minél jobban, illetve amint lesznek ilyen programok, igyekszünk a lakosságot minél nagyobb számban értesíteni. Nyilván ezt akár plakátolással, akár a közösségi médiában való megjelenítéssel. Köszönöm szépen, remélem, hogy tudtunk segítséget nyújtani, és ha baj van, ha probléma van, akkor többek között a Liga szakszervezetekhez is lehet fordulni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt a Pénzvilág. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk új adással. Addig is a viszontlátásra.